úton vagyunk a Gáborral Őrbottyán felé, ahol megtekintünk egy Lómen helyet, amely a Rózsa Sándor népi kampánypénzt tékozló alapból nyert egy új beállóra. Ez az állatmenhely libákkal is foglalkozik, és a jobbikos libákat, akik a bajnai libáját játszották egy régebbi tüntetésen, és aztán így ott hagyták őket, azokat ők szedegették össze, vagy fogadták be, úgyhogy a bajnai libáit játszó jobbikos színész libákkal is találkozni fogunk ma. Ló és kutya menhely, igen. Annyira az részletekben nem menjünk bele. A lényeg, hogy a gazdák elengedték a libákat a parlament előtt, igaz? Ez megvan mindenkinek. Igen. Aztán ott is hagyták őket, így kerestek olyan állatmenhelyeket, felelőtlenség, én azt gondolom. Aha, igen. Én azt gondolom, hogy felelőtlenség, tehát nem így kellene megtalálnunk az igazunkat. Én bemutatkozom, sziasztok! Hello, sziasztok! Sebő Feri. Megyes. Te vagy a Megyes. Hát ezek a csirkék meg ilyen mindenféle, mert még talán a vörös iszapból is vannak itt, nem? Igen. Ez a szamár például? Aha. A gyurcsoknak volt a szamara. Tedd a kezed a képernyőre, erre. Az ő szamara volt tényleg? Volt kötve egy gyekevashoz, úgyhogy belenőtt a lenc a nyakába, csontváz. Igen. Úgy hangzik, mint az ország összes ilyen katasztrófája, ahol az állatok is érintettek, ide keverednek valahogy az állatok. Igen. És akkor ezt a kutyapárt támogatta ezt a helyet? Aha. Sanyúz az Istáló tetej és bázik, ahogy mutattam. A karámokat kellene kicserélni. Mire pályáztatok? Lóbeálló. Lovaknak beálló és egyben etető. Erre pályáztunk. Elfújtja a szél a tetejét. Aha, ja, ez a beálló. Ez egy beálló, igen. Maradó pénz akkor a tetejét. Igen. Szeretnénk megcsinálni, igen. Egy showbox. Aha. Kehestűbős lovaknak légzésre általában kórházam. Váó, már én is érzem. Kórházam van, de 4 tonna só van benne. Aha. Tényleg ilyen más itt a... más a klíma. Tölts! Mondom, tölts! Mondom, tölts! Töltsél, bazd meg! Szíval is elaludt. Gyorsabb. Tölts! Ne gyere ilyen közel! Ha én közeledni akarok, azt észre fogod venni. Haladjunk! Csináljad! Tölts! Doktor úr, álljon meg! Ha? Hát gáziáltuk, egy állathelyen vagyunk. És? Ne lőjön. Nos, hogy ne lőjek, azért jöttem ide, hogy lőjek. Egy állatmenhelyen? Hagyjál békén, te csicska. Egy állatmenhelyen, igen. Agyon lőni libát, lovat, bármit, akár téged. Ki vagy te itt egyébként is? Szóval két faszú vagy. Igen. 107 jelölt van nektek, vagy nem 107? 107 jelöltünk nincsen, 39 van. És mennyit kértem, amikor pénzt adtam? 107-et. Kérdezed? Nem kérdezed. Nem kérdezem. Mondom, 107-et. De 39 az nem, figyelj, matematika. Matematika. 39 nem egyenlő 107-tel. Általános iskola 8. osztályos elemi szint. Nekem megtanították, neked nem biztos, nekem igen. 39, egy dolog a jelenlő, 39-el, nem 107-tel. Én pénzt 107 jelöltre adtam, nem 39-re. Úgyhogy ti, meg főleg te, kétszer annyit neki. Lófasz Jóska, Szaros Pista, igen? Macska Jancsi párt, úgy léptek vissza, mint az Isten fasza. Nem jobbra, nem balra, nem előre, visszaléptek. Annak a párnak a javára, meg ott, ahol én mondom. De mi nem szeretnénk. Tessé? Mi nem szeretnénk. Nem merült fel igény. Mi az, hogy szeretet? Milyen szeretet? Hol van itt szeretetről szó? Milyen igény? Kinek?
senkinek. Milyen szeretet, milyen irányba, igény, milyen irányba, honnan, hova, fölfelé, lefelé, hát érdekel az engem? Engem se, de akkor se lépünk vissza. Nem kell válaszolni, nem kell válaszolni. Ha én kérdezek, az is válasz. Világos? Világos. Költői. Költői, világos. Igen, kultúra, műveltség, művelődés engem megtanítottak, mint említettem, téged látom, nem? Ma úgy is, hogy nézel ki, tehát sárga cipő. Idáig, ez a haj, ezt így felejtsd el. Ilyen kardigánban nagyapám, esetleg otthon, mint a székben, kemence mellett. Add csak ide, apus, add csak már. Ezt faszom, ilyen lassan. De lépje vissza? Mondom, lépjél vissza. Még! 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 Lép vissza! Lép vissza! Még lép vissza! Ne háttal! Úgy! Jó lesz! Maradj úgy! Ám még egy kicsit lép vissza! Még egyet! Még! Még!